A 18. század óta máig élő hagyomány novajon a remélés. Szombaton ezt a népszokást elevenítették föl ismét a falubeliek. A farsang végéhez köthető féltemető tavaszváró eseményen állakodalmas menettel járták végig. Zeneszó közepette a település utcait a maskarás férfiak. Mindenki férfi, ugye a menetben fiatal emberek voltak ezek régen házasulandó legények. Van közöttük egy nagy magas várandósnak kitömött hasú menyasszony, egy kisebb vőlegény, vőfélyek a menetben, szalagokkal, bokrétákkal, és a kormoló legények, akik a eladó lányok házaihoz tértek be annak idején, és bekormozták a lányok arcát. A lányok arcán a korommal való bekenésével is a telet búcsúztatják, valamint a rossz dolgoktól akarnak ezzel megszabadulni, várják a jót és a tavaszt. A kormozásért cserébe tojást és szalonnát kaptak. A remélésnek vannak állandó mesterségekről mintázott úgynevezett zsáner figurái, mint a tojúzsidó, köszörűs, drótostót, borbély, kéményseprő és a kovács. Én a Szlovákiából lejáró tojúzsidó vagyok, aki a faluba járt itt régebben, és az emberektől felvásárolta a tollakat, és ebből párnákat, dunnákat, paplanokat készített. Major Kristóf most az erényeket foltozó drótostótnak öltözött, de volt már kormoló legény és tojúzsidó is. Szerintem ez egy nagyon jó program kikapcsolódás olyan emberek számára, akik látják azt, hogy él még ez a remény is, és nagyon szeretném, hogy minél tovább maradjon, mert elég látványos és nagyon szórakoztató. A menetet több helyen étellel, itallal kínálták, és a vállalkozó kedvű férfiakat meg is borotválták. A remélés 2016-ban felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére is. A település célja, hogy a hagyományokhoz hűen életben tartsa ezt a népszokást. Ebben segít az a közelmúltban előkerült dokumentumfilm is, amit még 1964-ben készített Bakó Ferenc néprajzkutató. A három celluloid tekercs digitalizálását és felújítását a Dobó István Vármúzeum vállalta magára.